Na jó reggelt, kutyások! Nos, van egy olyan jelenség itt az időjárás következtében, ugye minden évvel kezdődnek a kutyáknál a tüzelési időszak, és hát vannak különböző jelei ennek, ugye, hogy a fiú kutyák mennek a szagok után, a nőstények után. Oda kell most figyelni nagyon a kutyáknak, mert ebben az időszakban kicsit megbolondulnak, és hát elszaladhatnak elég messzi helyekre is, ahol már nem találod meg őket. Úgyhogy mindenképpen figyelj majd ezekre a dolgokra, ha kutyát tartasz. Aki macskát tart, azoknál ez a hangot is, ez ugye a hangos macska veszekedések és verekedések. Hát végül is most ez a videó azért készül, hogy bemutassam a saját tapasztalataimat így a foltos kutyával kapcsolatban. Most kicsit korábban szoktunk kijönni sétálni, mert akkor még nincsenek annyian a többi kutyások, meg a szagok se annyira izgatják őt. Hát mindenképpen majd nézzétek a reakciókat, ha van kutyátok, teljesen másképp viselkednek ebbe az időszakban. Jobban oda kell figyelni rájuk, könnyebben elszökhetnek. Hát Folti kutya most nagyba próbálgatja itt a szaglászást. Szerencsére most annyira nem erősek még az illatok, ugye a sok kutyás még nem járt erre. De hogyha mondjuk egy órával később hozom, akkor már teljesen kezelhetetlenné válik, és muszáj megkötni, nem tud elszaladni, mert nem érem utol az életbe soha. Na, hát így nagyjából ennyit akartam most mondani így a kutya világról. Hogyha van nektek is hasonló tapasztalatok, akkor osszátok meg, kommenteljétek ezt a kis videót. Mindenkinek szép napot, jó kutya sétáltatást! Sziasztok!